Köszöntöm nézőinket, önök a Hír HT című műsort látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban, és köszöntöm Völner Pál államtitkár urat, aki Mosonmagyaróvára látogatott. Az infrastruktúráért felelős államtitkert köszöntjük itt. Én azt hiszem, hogy annyi minden történt, hogy csapjunk is a közepébe, közösségi közlekedés, átszervezése 2013-ban gyakran hallottunk erről, a cégek szervezeti átalakulása is megtörtént, a kisebb társaságok regionális társaságokká alakultak. Hogy látják, milyen eredményt hozott ez az átalakítás? Köszöntöm a nézőket. A maga az átszervezés a teljes közösségi közlekedést érintette, tehát a vasúti társaságokat és a buszos társaságokat is. Korábban 24 cég látta el ezeket a feladatokat országosan, ezeket integráljuk 7 csoportba. Én úgy látom, hogy azok az elvárások, amelyeket megfogalmaztunk, tehát a hatékonyabb munkavégzés, nagyobb buszpark, ami átcsoportosításokat tesz lehetővé, ez már bejött ilyen értelemben, és hát tovább folytatódnak majd ezek az összecsiszolódások, tehát kevesebb vezetői szint lesz, ezek a tartalékok ki fognak jönni a rendszerből, de hát legalább ennyire fontos, hogy az utazó közönség majd mit lát ebből, mert a szervezeti részét nem kell látnia természetesen. Remélhetőleg a újrainduló buszbeszerzésekkel majd sikerül a komfortot is emelni, illetve az a fajta átrendeződés, ami a vasút és a buszos társaságok között végbe ment, az pedig ahol színvonalasabb, jobb minőségű, vagy legalább ugyanolyan minőségű kötött pályás közlekedést tudunk felkínálni, de egy kicsit a vasút irányába mozdultunk el. Itt Mosonmagyaróváron azért szerencsések vagyunk, hiszen a Hegyeshalom-Budapest vonalszakaszon jó a közlekedés, már évek óta komfortos járművekkel, és viszonylag gyorsan eljutunk a megyeszékhelyre. Amit Mosonmagyaróváron érdekes lehet, hisz 800 embert foglalkoztat az egyik cég, ahol autóbuszokat gyártanak. Erről gyakran és évek óta, sőt mondhatni egy évtizedek óta már szó van, hogy fejleszteni kell a buszparkot. Elöregedettek a járművek, akár Budapesten, akár a közlekedési vállalatoknál. Itt Mosonmagyaróváron gyártanak buszokat, és hát természetesen 800 ember, ez több családot jelent, több embernek a megélhetése függ tőlük. Folytatódnak a buszbeszerzések? Miért volt leállás? Hát egy pauza volt itt a beszerzésekben, 2010 környékén tapasztalhattuk, hogy olyan költségvetési helyzet volt, és ez a úgynevezett túlzott deficit eljárás, ami korlátozza a költségvetésnek a kiadásait a 3%-os hiánycél miatt, nem tette lehetővé, hogy akár azokon a kereteken belül, amit mi még elérhetőnek tartottunk volna, ezt a mozgásteret megnyissuk, hiszen folyamatosan azt hangzott el, hogy nem tudja tartani a kormányzat a hiánycélt, uniós pénzeket fognak megvonni tőlünk. Ez alól 2013. július 1-én tudtunk kiszabadulni, és az első beszerzések azok már el is indultak. Én remélem, hogy ez a program tovább fog folytatódni, most, hogy már ez a pénzügyi mozgástér megvan. Kicsit bonyolult egyébként ez az összefüggés, de nyilván, ha új buszokat szereznek be a társaságok, akkor az amortizációval, a kiadásokkal nőnek a költségeik, és ezt veszteségpótlás révén a költségvetésnek kell pótolnia, tehát ilyen értelemben direkt kihatása van a költségvetése, és itt jön be Brüsszel a képbe. Ugyanakkor Mosonmagyaróváron sikerül olyan autóbuszokat kifejleszteni a cég, legalábbis azt mondja, hogy gazdaságosabban, hatékonyabban lehet üzemeltetni ezeket az autóbuszokat. Rengeteg, nagy része, 80%-a az autóbuszoknak magyar beszállítóktól származik, tehát az egy autóbusznak a 80%-a, és hát ugye itt az emberek munkahelye is. Hát az a törekvésünk, hogy minden magasabb hazai beszállítói arány legyen. A Volánbusznak is most volt egy beszerzés, ahol éppen a Rába Volvo együttműködés keretében szereztek be buszokat, tehát az is hazai gyártmány volt. De úgy tudom, ennek a cégnek is van Győrben is telephelye, nyilván, hogy ezek valamilyen együtt gondolkodás, együttműködés eredményeként jönnek létre ezek a buszok. Mi abban bízunk, hogy versenyképesek lesznek ezek a magyar termékek. Az a kb. 6000 busznyi kontingens, amit az elkövetkező években le kell cserélnünk, azt szerintem kellő piacot nyújt minden felkészült vállalkozásnak. Hát a kormányzatnak egy nagy feladata, hogy ez a pénzügyi hátteret folyamatosan megteremtse. Elindultunk.
Közel van Ausztria, a vasúti közlekedés Moson-Magyaróvárról jónak mondható. Közel van Pozsony, évek óta nem járnak vonatok, még a nemzetközi vonatok is inkább észak felé Szobon át közlekednek. Mit tud tenni a kormányzat azért, hogy bekapcsolja ezt a régiót is, Győr, Moson-Magyaróvár, Pozsony, hogy elinduljanak azok a tárgyalások, és sikeresek legyenek ezek a tárgyalások, hogy tényleg ezt a 40-50 kilométert le lehessen küzdeni? Hát apró lépések történtek, tehát a rajkai vonalon az elmúlt években sikerült sűrítenünk a járatokat. Az emlékezetem szerint, tehát polgármester úr többször jelezte ezt az igényt, és úgy tudom, hogy részben sikerült kielégítést nyerni az emberekhez irányú igényének. A két vasúttársaságnak az együttműködésén múlik, hogy milyen járműveket engednek át, milyen pályahasználati díjakat szednek. Tehát nyilvánvaló, hogy a MÁV nyitott ezekben a kérdésekben, mindig a finanszírozással lényeg, tehát hogy mondjuk a szlovák szakaszon közlekedők, akár közszolgáltatás keretében a MÁV járatok után ne nekünk kelljen megfizetni azokat a pályahasználati díjakat, amit nyilvánvaló, hogy az ott élők ugyanúgy használhatnak, hanem egyfajta költségmegosztás legyen a felek között. Nem egyszerűek ezek a történetek, de a közlekedési területen nagyon jók a kapcsolataink a szlovák partnerekkel, úgyhogy remélem, hogy ennek a kérdésnek is pont tud majd kerülni a végére. Közút fejlesztése. Ígéretet kapott a város arra, hogy a városon keresztül haladó Pozsony felé menő 150-es számú főút Magyaróvári szakaszát, egy kb. Egy kilométeres szakaszt megújítanak. Ugye ez része egy országos programnak. Igen, össze tudtunk indítani egy 33 milliárdos felújítási programot, ami a útburkolatok egyenetlenségét a közlekedés biztonsági szempontból, hogyha erre tudjuk állítani. Ezeket megyénként kilométer arányosan elosztottuk, és a szakmai szempontok figyelembevétele mellett külön útügyi biztosokat nevezett ki miniszterasszony, hogy a helyi igények markánsan meg tudjanak jelenni. Ezek lehet egyik kedvezményezettje Moson-Magyaróvár. A program egyébként most tavasszal zárul, tehát addig ezeket a javításokat elvégzik. Országosan 276 helyet érint egyébként ez a program, és úgy tűnik, hogy nagyon sikeres, mert körülbelül a felén már túl vagyunk, és tényleg látható mennyiségben voltak kint az utakon a munkagépek, és a legkritikusabb szakaszok egy jó része már kijavításra került. Most remélem, hogy itt a márciusi időszakban a hátra levő résszel is végezni tudunk, hogyha az időjárás majd ismét kegyes lesz hozzá, mint a novemberi hónapokban volt. Ha úgy látszik, itt Moson-Magyaróvárnak a közlekedés az Pozsony irányában okoz nehézségeket. Van egy M15-ös út, ezt eredetileg autópályának tervezték, most kétszer egysávos autóútként funkcionál. Meddig lesz ez így? Gyakorlatilag a most induló ciklusban az úgynevezett európai egy eszköz segítségével, ez ilyen CEF alapnak nevezik, abban vannak olyan források, amelyeket erre felhasználhatók, tehát a pénzügyi fedezetet is látjuk már, a NIF az előkészítő munkálatokkal jól halad, és remélhetőleg ez lesz az első egyik olyan közúti program, amit ennek a forrásnak a segítségével tudunk megvalósítani. Nagyon kevés pénz van egyébként közutakra, de az M15-öst azt be tudtuk emelni ebbe a programba. A kerékpárutak, ez szintén egy stratégiai kérdés itt a térségben, nem csak azért, mert akár a hivatásforgalmat is közeli településeket összeköthet, illetve már össze is köt az, akár az Osztrák-Ország határtól, Hegyeshalom levélen át Moson-Magyaróvár határáig, akár Rajka felől, szintén Moson-Magyaróvár határáig. Ugye Moson-Magyaróváron szeretnék, hogy minél több aktív turizmusban érdekelt részt legyen, jöjjön akár Pozsonyból, akár Ausztria felől. Milyen fejlesztések várhatók továbbra is, hiszen ez is egy nemzetközi kerékpárút mellett található. Már ebben a ciklusban ezt az úgynevezett Euróveló 6 Dunamenti kerékpárutat megkívántuk építeni, sajnos nem sikerült a forrásokat átcsoportosítani, rosszul allokálták őket az elődeink, de most 2014-től az induló programunkban, az úgynevezett gazdasági turizmusfejlesztési programban kb. 30 milliárd forintot fogunk kerékpárút fejlesztésekre fordítani, és ennek az útvonalnak, ami Rajkát Budapesttel köti össze, már jelenleg folyik a megvalósíthatósági tanulmányának a készítése.
Ma délelőtt éppen egy ilyen projektindító programon vettem részt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban. Itt mintegy 760 millió forintos program keretében a teljes ország kerékpárút hálózatának a megújítását dolgozzák ki. Három kiemelt szakasz van benne, az egyik a Rajka-Budapest közötti szakasz, a Balaton körüli kerékpárútnak a megújítása és a Budapest-Balaton összeköttetés. Természetesen van említettem, ez egy országos program. Teljesen feltudjuk a teljes kerékpáros hálózatot egy elérhető rendszerben, mindenki azonnal utána tud nézni. Kitér a tanulmány arra, és ezek a kerékpárutak ne csak megépüljenek, hanem a fenntartása, a felújítása, a karbantartása, a üzemeltetése is rendben legyen, hiszen nagyon sokszor látjuk, hogy elkészül egy remek létesítmény. Nincs igazán gazdája a kerékpárutaknak sajnos, és néhány év alatt nagyon tönkre tud menni. Ezt itt a térségben is tapasztalhattuk, hogy vita volt azon, hogy és kinek kell lekaszálni mellette az utat. Várható-e az, hogy a következő uniós ciklusban kerékpárutakat fejlesztenek, nem tudom mennyire tartozik ez önhöz, belterületen is? Itt Moson-Magyaróvár ugyan nem pályázott most a kerékpáros barát település címre, de mi Moson-Magyaróváriak tudjuk, hogy szeretjük használni a kerékpárt, gyakran használjuk, viszont nincs igazán hálózat. Ezekkel az útfejlesztésekkel, vagy az Eurovelo 6-ból kicsatlakozásokat lehet-e majd igényelni, vagy támogatást szerezni erre? Vannak-e ilyen tervek, hogy tényleg ezeket is próbálják megfejleszteni? Hát ahol a nyomvonal átmegy a városon, akkor természetesen annak a beruházásnak a része lehet, de magán a belterületen végzett kerékpárút fejlesztés az nyilvánvaló, hogy önkormányzati hatáskör, hogy milyen pályázatok lesznek akár a térségfejlesztési programokban, amelyek a megyei önkormányzatokhoz kerültek, és ezekhez hogyan lehet hozzáférni, ezeknek a kidolgozása az jelenleg is zajlik. Én úgy tapasztaltam, hogy ez a terület azért mindig eléggé népszerű, a közérdeklődés felkeltés általában azért a kerékpáros fejlesztése, a kerékpárutak fejlesztése az folyamatos. Reméljük, hogy most a Moson-Magyaróvár is sikeres lesz itt ebben a pénzügyi ciklusban. És talán egyszerűbb is egy 1,5-2 méter széles csíkot megépíteni kevesebb terheléssel, mint mondjuk egy 3-3,5 méter széles utat. Hát ma már ez 2 méter 90 centi az uniós szabvány, tehát mindenféle baleset veszély nélkül könnyedén el tudják kerülni egymást a kerékpárosok, tehát ez a szabvány szerinti út, amitől csak különleges esetekben adunk felmentést. A Nemzeti Közlekedési Stratégiát november 19-én tették közé, egy hónapig lehetett véleményezni. Milyen hatásai lettek, milyen véleményeket fogalmaztak meg, mi szerepel ebben a Nemzeti Közlekedési Stratégiában? Közlekedési stratégiában hosszú távon, hogy milyen közlekedés képzelünk, a közúti, vasúti közlekedés aránya, milyen fejlesztési irányok lesznek, milyen közösségi közlekedési módokat támogatunk. Gyakorlatilag erről szól, erről a hosszú távú vízióról. Egy kicsit persze mindig belekeveredik az, hogyha egy adott helyen lakom, a lokalitás, hogy ahol én élek, ez engem hogyan fog érinteni. Tehát az egyeztetések jó része arról zajlott, hogy az egyes térségeket, megyéket, városokat hogyan érinti. Én azt hiszem, hogy nagyon pozitív megbeszéléseket tudtunk folytatni, hiszen meghívtuk a megyei szereplőket ezeknek a fejezeteknek az elfogadásához, az észrevételeket közvetlen szóba is megtették, írásba is beérkeztek azóta, és amelyeket tudunk, természetesen figyelembe veszünk. De nem itt dőlnek el a dolgok, hanem majd az operatív programokban, amikor a tényleges projekteknek a beélesítése fog zajlani. Igen, talán minden egyes térségben ez a legnagyobb probléma, és a legnagyobb kérdés, hol lehet majd kerékpárutat építeni, hol lehet majd utat építeni, vagy felújítani, vagy éppen autópálya lehajtókat építeni. Mennyire lesz ez jelentős ebben az uniós ciklusban, hiszen ez már elkezdődött hivatalosan, tehát a dátumok 14-től 20-ig, ezek megvannak, de tudjuk, hogy a részletek azért folyamatosan, és azért még picit később kezdődnek. Ezekben a kérdésekben most egy kicsit a kerékpárutaknál utaltam rá, hogy tudunk uniós forrásokat igénybe venni. Egyébként a közutakra eső források azok drasztikusan csökkenni fognak. Általában csak a transzeurópai hálózatokon lehet bizonyos mértékben igénybe venni, a többi részt vasúton kell elhasználnunk. De egy uniós elvárásnak az elmúlt évben megfeleltünk, tehát használatarányos útdíjat tudunk ma már szedni az ország főútjain és gyorsforgalmi útjain.
remélhetőleg ez egy olyan forrás hátteret teremt, amiből azok a felújítások, amelyek most ilyen kampányszerűen zajlanak, hogy most 33 milliárdos program, vagy éppen a 4-5 számjegyű utaknál a 89 milliárdos program is fut, amíg 13-as, 14-es évben összesen majd 1200 kilométernyi úthálózat megújítását jelenti. Remélhetőleg így már meg lesznek a hazai források. A másik pedig az a kormányzati filozófia, ami arról szól, hogy a gazdasági programba teszik az uniós források 60%-át, ez 3500 milliárd forint, és így a gazdaság majd több adót tud befizetni, több munkahelyet tud teremteni, kevesebb szociális segélyt kell majd fizetni. Ez remélhetőleg az infrastruktúra kiadásokat pozitívan fogja támogatni, hiszen több forrás marad ezekre a célokra. Államtitkár úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.